Párizsban élt, mint menekülő egy Serle nevű nemes, ki egykor második Richard szolgálatában állott, mint komornik. Alig hallotta Serle azon híreket, melyek a szerencsétlen király életben lételéről terjesztetének, midőn Skótországba ment, hogy onnan régi urának felajánlja szolgálatait. Csalatkozva várakozásában és bízván egy kalandos terv megvalósulásában, rábeszélte egyik ismerősét, Vardot, ki némi hasonlatossággal bírt a boldogult angol királyjal, hogy adja ki magát Rihárnak, és üzenjen hadat Lancaster Henriknek. A vakmerő terv legjobb folyamatban volt, midőn Henrik szokott szerencséjétől támogatva egy levél birtokába jutott, mely egyszerre feltárta előtte az összeesküvés és merénylet tervét, melynek, ha sikerül vala, ő lett volna a legelső áldozata. Most már nem volt ideje a halogatásnak. Az összeesküvésnek számos előkelő részesei voltak, és pedig férfiak úgy, mint nők. Világiak, valamint egyháziak, mi arról győz meg bennünket, hogy Lancaster Henriknek kevés őszinte barátja volt. Ellenben második riárd tragikus és misztikus végzete felkölti az emberek részvétét és érdeklődését. Miután az összeesküvés szálai Henrik kezében valának, az elfogatásoknak nem volt sem vége, sem hossza, apátok, magasrangú lordok, és lédik tömegesen kerültek a börtönbe. Így többek közt az öreg Oxford grófné, ki arany és ezüst szarvasokat osztogatott ki párt hívei közt, mint Richard ismeretes jelvényét. De a merénylet tulajdonképpeni értelmi szerzője Sherle, Ward és Danny sehol sem valának találhatók. Pedig ezekre szükség volt, ha a király azt akarja, hogy az egész csalás lelepleztessék, és a kedélyek visszanyerjék nyugalmukat. Végre Sir Clifford Vilmosnak sikerült Serlét csellel hatalmába keríteni, és Pontefractban a király elé vezetni. A csaló mindent bevallott, s megnevezé cinkostársait, valamint az összeesküvés védnökeit és titkos részeseit. Természetes, hogy Serle és társai a bakó kezébe kerültek, míg számosan csak évek múltával hagyták el börtöneiket de nem csak Serle és család társai előtt, hanem a politikai körökben is heves vitatkozás tárgyát képezte második Richard egykori hívei táborában azon kérdés, hogy Richard életben van-e vagy sem. Nem kellett sok idő, és az elégületlenek tőkét csináltak a köznapi mendemondából, és síkra szállottak a fennálló rendel és annak képviselőivel. Sir Clarendon Roger, a fekete herceg természetes fia, kivált a Szent Ferenc rendű szerzetesektől támogatva, kiknek második Richard kiváló jó akarója volt, egy csapatot gyűjtött és kitűzte a lázadás zászlóját. De a király őrei résen állottak, és az endülőket lefegyverezték, még mielőtt tért foglalhattak volna. Roger és kilenc szerzetes kivégeztetett, s ez megfélemlíté kissé a könnyen hívő tömeget. A sikertelen skót hadjárat nem kis mértékben hozzájárult Henrik ellenségeinek számát szaporítani. A két ország határszélei véres küzdelmek színhelyei vélettek. A skótok, Marsé, Gróf és Douglas alatt pusztították Northumberlandet, majd az elébi személyes bosszúból az angolok pártjára állván Percy testvérek seregeit vezette tulajdon hazája ellen. De a skótok Nesbit Moore mellett érzékeny vereséget szenvedtek, mely alkalommal derék vezérük, Halessi Hepburn is a csatamezőn maradt a skót nemesség virágával. Hogy ezen csorbát kiköszörüljék, Albany herceg és Douglas szövetkeztek egymással, s mert nyílt ütközetbe bocsájtkozni gyengék valának, tűzzel vassal pusztíták az angol határgróságokat. Most megjelent a királyi hadak élén Northumberland gróf, fia, Percy, Henry és a skót áruló Marshgrove, és 1402. szeptember 14-én Homildon Hill mellett, nem messze a Tweed folyamtól, csatára kényszerítik Albani herceget és douglas -t. A harc kimenetelét az angol íjászok döntötték el, kik e napon babérokkal áraszták el magukat. A skótok teljes vereséget szenvedtek, az elesettek közt volt maga Douglas és számos hírneves skót vitéz, Murray Anjus, Murdoch, Stuart, a régens fia és mások. Nagy volt a foglyok száma is, kik ezen végzetes napon az angolok kezébe kerültek. De negyedik Henrik eszélyességéről tanúskodik, hogy az előkelő skót foglyokkal nem csak emberségesen bánt, hanem őket nem egy alkalommal azzal tünteték ki, hogy asztalához hívább vendégekül. A Homeldon Hilli győzelem Skótországot ismét az angol király kezébe adá. A régi hűbéri kötelék, mely az utóbbi időkben nagyon meglazult, újból megerősítés nyert, hogy mennyi időre ki tudta volna megmondani. Negyedik Henriknek megérdemelt végzete volt, hogy trónja leginkább azok által fenyegetették, kik azt számára felemelni segítették. Egyike azoknak, kik Henrikért legtöbbet tettek, s kik ebbeli buzgalmokban még az árulástól és esküszegéstől sem riadtak vissza, Northumberland Grove volt, ugyanaz, ki conway a szerencsétlen második Richardot fogságba ejté. Henrik nem volt hálátlan a gróf nagy szolgálataiért, kit jelentékeny uradalmak adományozásával jutalmazott, s kinek a skót háború befejezése után Douglas elkobzott jószágainak egy részét is átengedte. Mindezek dacára Northumberland nem volt őszinte híve a királynak, kit nem sokára épp oly könnyű lelkiismerettel elárult vala, mint elébbi urát. Neheztelésének, majd gyűlöletes haragjának okát nehéz megtalálni. Némelyek azt állítják, hogy a viszály közte és Henrik közt onnan ered, hogy egy királyi rendelet megtiltá a hadifoglyokat váltságdíj mellett szabadon bocsájtani mi pedig háború idejében nagy jövedelmet hozott a harcias nemességnek. Mások azt mondják, hogy a Velszi háborúban, melyről nem sokára szólani fogunk, a király méltatlanul bánt northumberland ki ezt annyira zokon vette, hogy fiával együtt egy ellenzéki pártot alkotott ura ellen, melynek száma rövid idő alatt tekintélyesen felszaporodott. Northumberland fia, közönségesen Hotspur, ki Lord Mortimer Edmond leányát a nőül, heves természetének egész erejével magáévá tette atya sérelmét, s el volt határozva azt megbonszulni. Miután nagybátyját, Worcester Grófot is megnyerte tervének, felkereste Scroop Yorki érseket, hogy magának a tapasztalt és tekintélyes férfiú tanácsát kikérje. Az érsek azt válaszolá, és ezzel lángra lobbantá az ifjú szenvedélyét, hogy vesse meg a bitorló parancsát, s vonjon kardot törvényes ura mellett, ki nem volt más, mint rokona, Marsé gróf. Gróf Percy, Hotspur, most gyors cselekvésre határozta magát. Nem került sok időbe, s egy erős párt állott készen, melyhez a skót és angol elégületlenek nagy számban csatlakoztak, mely minden pillanatban kész volt fegyvert ragadni az összeesküvők hatalmas támaszra találtak Owen Glendor Velszi fejedelemben, ki leányát Mortimernek ígérvén nőül egy 12 emberből álló sereget helyezett kilátásba azon esetre, ha a lázadás szerencsés folyásba jönne. Hotspur a skót elégületlenektől támogatva benyomult Velsbe és kitűzte a lázadás zászlóját. Hozzá csatlakozott nagybátyja Worcester Grove, egy csapat kipróbált íjászsal. Midőn Percy kitűzte a szarvas jelvényét, egy kiáltvány tett közzé, melyben a felkelés okairól igyekszik számot adni. Ebben szemére veti negyedik Henriknek, hogy a nemzet kincseit érdemtelen kegyencekre pazarolja, kik megakadályozzák, hogy az ország nagyjai bizalommal a trónhoz közeledhessenek. Henrik a kiáltványra azzal válaszolt, hogy a parlament által megszavazott összegek legnagyobb részét Northumberland és fia kapták meg a skót háború költségei fejében. Egyúttal szabad menetet ígér Percynek azon esetre, ha az udvarhoz jönne, hogy személyesen betegintést vegyen az ügyekbe, melyek ellen sok rossz szakarattal, de kevés tájékozottsággal síkra szállott. Természetes, hogy Hotspur az utóbbi ajánlatot nem volt hajlandó igénybe venni.